Ahogy országszerte, úgy Székesfehérváron is csendes mécses gyújtással emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaira. Péntek este az ország almánál többek közt Varga Tamás országgyűlési képviselő, honvédelmi miniszterhelyettes, Spányi Antal megyés püspök és Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere helyezték el az emlékezés gyertyáit. November 4-e hivatalosan is nemzeti gyásznap Magyarországon. Ezen a napon az 1956-os forradalom leverésére emlékezünk. Pontosan 66 évvel ezelőtt hajnalban megkezdődött a második szovjet támadás, Románia felől újabb ellenséges csapatok lépték át a határt. Budapestet és több nagyobb települést, valamint a katonai objektumokat kezdték el bombázni a szovjetek. A főváros védői, nemzetőrök, rendőrök és kisebb-nagyobb honvédegységek felvették a harcot a támadókkal. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódóan az 56-os intézet szerint több mint 340 embert végeztek ki. 1958-ban bírósági ítélet nyomán életükkel fizettek a vezető személyiségek Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós, Losonci Géza és Szilágyi József. Az áldozatokról nem csak országszerte, de városunkban is megemlékeztek. Megkezdődik a Rákóczi utcában a kerékpársáv kiépítése. Hétfőn felvonul a munkaterületre a kivitelező, és november 8-án 2-től forgalmi rend változásra kell számítani a Rákóczi utcán, elsősorban a városközpont felé vezető oldalon, a Széna tér és az Ősz utca közötti szakaszon. A kerékpársáv kialakítási munkálatok a gépjármű és közösségi közlekedést nem érintik, azonban az útmenti parkolóhelyek 2-től várhatóan egy hónapra lezárásra kerülnek. A gyalogosok közlekedése a területen folyamatosan biztosított lesz, de az illetékesek azt kérik, hogy a kihelyezett jelzéseket mindenki figyelje. Isten haza család és helyzetjelentések Külhonból címmel immáron 23. alkalommal találkoztak a Vörös Marti Társaság székházában, a határon túli magyar irodalom napjain, Székesfehérváron a hazai és a Külhonból érkezett írók és költők. A kétnapos rendezvény első napján egy kerekasztal beszélgetés keretében Szidiropulos Archimédesszel, Koloncai Katalinnal és Domonkos Lászlóval a trianoni szemléről Bobori Zoltán beszélgetett, majd a résztvevők Horváth Júlia Borbála a szociográfia műfaj elfeledettségéről és szükségességéről című előadást hallgathatták meg. Ezt követően Kondor Katalin moderálásával egy újabb kerekasztal beszélgetésen vitatták meg a határon túli irodalom helyzetét. Végtelenül nagy öröm ez nekünk, hogy a Vörös Marti Társaság az évben legfontosabb rendezvényét mindig ilyen csodálatos emberekkel tudjuk ünnepelni. Egyúttal persze emlékezni is, mint köztudott a határon túli magyar irodalom napjai, most már hosszú évek óta, mindig október 6-a környékén voltak, úgyhogy közösen tudjunk emlékezni az aradi vértanukra. A Villő énekegyüttes Dobák Katalin, Horváthi Kata, Pap Ágnes, Szabó Ágnes és a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola népi énekes növendékei fellépésével folytatódott a Történelem dalban elbeszélve programsorozat a Szent István Művelődési Házban. Az előadás Petőfi Sándor költészetéhez keresett utat a költő emlékév küszöbén olyan közvetítő műfajokon keresztül, amelyek a népiesség korában virágoztak, és amelyek kultúráját a költő maga is jól ismerte. Nagyon áldásos szakasz volt a népköltészetben, amikor gyönyörűen összefolyt a műköltészet és a népköltészet. Én nem gondolom, hogy ez korábban és ezt követően is másképp lett volna, de tulajdonképpen ezek az első olyan versek, vagy a leginkább ismerté vált versek, amikor tudjuk, hogy ott egy költő, és halljuk azokban a sorokban, hogy mennyire dúsan táplálkozott egymásból a népköltészet és a műköltészet. November 4-én pénteken a Nemzeti Gyásznapon a Szent István Székesegyházban Spányi Antal megyés püspök halottak napi gondolataival erősítette meg a közös gyász fontos pillanatait. A méltósággal megélt múltat az 56-os hősök emlékét, akik életüket áldozták a hazáért, Varga Tamás országgyűlési képviselő, honvédelmi miniszterhelyettes idézte meg. Ezt követően felcsendültek Mozart örökbecsű műve, a Requiem dallamai, Dobszai Péter vezényletével az Alba Régia Szimfonikus Zenekar halottak napja alkalmából rendezett hangversenyén. A zenekar partnerei, a neves énekes szólisták mellett a fehérvári felnőtt kórusok, a Vox Mirabilis és az Alba Régia vegyes kar voltak.
Azt gondolom, hogy minden évben ez az egész novemberi hónap, és ennek is az eleje, elsője és a Székesfehérvár számára a negyedike hagyományosan a zenekari rekviemnek a megszólalásának a napja egy nagyon fontos és tartalmas nap. Az alapvető és közösen mindnyájunkra vonatkozó szomorú élményeken túl személyesen is mindenki saját halottjaira gondol, és mi előadóként pedig arra is gondolunk előre, hogy folyamatosan készülünk arra a pillanatra, amikor itt hagyjuk majd ezt a világot.